Több ezer vendége volt a Múzsiai Tepeltő Fesztiválnak, amit 12. alkalommal tartottak meg a helyi Lehel Sportközpontban. 2 tonna szalonnából sütöttek tepertőt, így minden látogatónak jutott belőle. Közben rekordszámú több mint 100 kistermelő kínálta a sertésből készült finomságokat, de a látogatók válogathattak egyéb házi termékekből is. Összefoglaló csütörtökön 17 órától a Közelképben.